Szatmár is és Tiszakóró térségében naponta a megközelítőleg 60 ezer doboz cigit csempészet Ukrajnában Magyarországra egy 15 fős banda. Az éjszaka leple alatt a Tiszán úsztatták a csomagokat a magyar oldalra, amiket aztán a határmenti depókból országszerte szállítottak. Ezzel természetesen óriási nagy profitra is szertehettek, ez akár a 100 millió forintot meg is haladhatta. A másik vetülete viszont az, hogy milliárdos bevételkiesést is okozhattak a hazai költségvetésnek. A hierarchikus felépítési bűnszervezet elkövetői többnyire büntetett előéletűek voltak, erőszakra hajlamosak, sőt olyannyira, hogy egyikük jelenleg is a büntetés végrehajtási intézetben jogerős börtönbüntetését tölti. Nem egyszer előfordult, hogy nagy teljesítményű járműveikkel a hatóság által felállított ellenőrzési pontokat áttörték, ezzel is kollégáim testi épségét veszélyeztették. A bűnbandát irányító férfi a korábbiakban határőrként dolgozott, akit hivatali visszaélés miatt mentettek fel a szolgálatalom. Őt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt akár 16 év szabadságvesztésre is ítélhetik.